Bécsi keringőt táncoltak a Kevi Petőfi Sándor gimnáziumának végzős diákjai december 4-én a szalagavató ünnepségen. A városi sportcsarnokban megrendezett eseményen azonban több korlátozás is érvényben volt a pandémiás helyzet miatt. Idén sajnos szűkített vendégkörrel kellett megrendeznünk a szalagavatót. A végzősök is csak két-két főt hívhattak meg, és ők is csak oltási igazolvánnyal jöhettek be. Illetve nem volt nyilvános főpróba, tehát a 11-es szülők sajnos nem tudták megnézni a gyermekeiket, legalábbis a főpróbán, de élőben, YouTube-on vagy YouTube-on közvetítettük az eseményt, tehát így azért ők is láthatták. Az ünnepségre minden évben műsorral készül a 11-es évfolyam, akik közel 90-en teljes létszámmal álltak a színpadra idén. A műsorra a mi életünkből készültek a 11-esek, tehát a 12. évfolyam emlékeiből állították gyakorlatilag össze. Az alaptéma az volt, hogy 40 éves osztálytalálkozóra gyűlnek össze, és miközben beszélgettek, egy-egy emléket felelevenítettek, nagyon aranyosak voltak, kivetítették a közben a háttérben a fényképeket, elől pedig táncoltak, énekeltek, játszottak, és így egy kicsit átélhettük újra, mi 12-esek, azokat a szép osztálykirándulásokat, amik az elmúlt években velünk történtek. A több mint 90 végzős diák a járvány miatt idén nem táncolhatott szüleivel, de mint mondták, már azért is hálásak, hogy egyáltalán megtarthatták a szalagavatót a jelenlegi helyzetben.